A klímaváltozás veszélyeivel foglalkozik az a nemzetközi tanulmány, melyet a Pannon Egyetem szakembergárdája végez Magyarországon, kapcsolódva egy Európai Uniós kezdeményezéshez. Tamási már rendelkezik klímastratégiával. Ennek a felmérésnek az eredményei a jövőben befolyással lesznek a terveinkre, mondta Porga Ferenc polgármester. Részletes felmérést fognak végezni az egyetem munkatársai. Itt különböző vizsgálatok lesznek, a talajtoni vizsgálattól a levegős tisztaságig. Részletesen fogják vizsgálni a helyi, tehát a tamási adottságokat, és a társadalmi gazdasági szervezetekkel készítenek majd mély interjúkat, ebből pedig következtetéseket vonnak le, és ajánlásokat fognak tenni a települések felé, és ezen ajánlások alkalmasnak lesznek arra, hogy cselekvési tervet tudjunk kidolgozni, és fel tudjunk készülni mi is helyi, városi szinten a klímaváltozás veszélyeire. Hisz ez egy nagyon aktuális téma, ezt mondanom sem kell. A klímaváltozás az életünk minden részét érinteni fogja. Korán sem csupán azokon a területeken érezteti majd hatását, ahol már ma is nyilvánvaló jelei vannak a változásnak. De átfogó társadalmi és gazdasági átalakulásnak leszünk tanúi. Ezek az ajánlások arra lesznek alkalmasak, hogy cselekvési tervek készüljenek a várható környezeti hatások kezelésére, mondta a polgármester. Tamási megcélozta a zöldváros címet, a logójában is ez szerepel, tehát ez összhangban van a zöldváros stratégiánkkal. Ha zöldváros szeretnénk lenni, és azt gondolom, ezen jó úton járunk, akkor ezekre a veszélyekre nekünk figyelnünk kell, és fel kell készülnünk. A képviselőtestület meghallgatta a városi orvosi ügyeleti rendszer elmúlt egy évéről szóló tapasztalatokat. A beszámolóból az is kiderül, sokan olyan problémákkal keresik az ügyeletet, mely nem kíván azonnali orvosi beavatkozást, és ez nehézíti a feladatellátást. Összességében a tapasztalat az nagyon jó, nagyon nagy a betegforgalom, az látszik, ebben biztos benne van a pandémia is. De úgy látszik, hogy ennek ellenére nagyon sokszor túlzottan veszik igénybe az ügyeleti ellátást. Egyszerűbb panaszokkal is idefordulnak, például láz, fejfájás, amik otthon a házi patikában meggyógyíthatóak lennének. 5 orvos, 5 szakápoló és 5 sofőr teljesít szolgálatot, kiegészítve 2 mentőtisztel. Az ellátási terület az pedig elég nagy, Tamási és környéke, több mint 25 ezer ember. Elvilágosító kampányokat kellene folytatnunk, hogy milyen esetekben érdemes idefordulni, illetve szükséges az ügyeletet igénybe venni. Az otthon kezelhető eseteket, vagy amik várhatnak a holnapi rendelésig, arra kérjük a lakosságot, hogy otthon gyógyítsák magukat. Másnap viszont a házi orvost nyugodtan keressék fel, hisz azért vagyunk ott. Tamási városnak évi 13 millió forintjába kerül az ügyeleti rendszer működtetése, hangzott el a beszámolóban. A feladatellátáshoz szükséges állomány és technikai felszereltség a rendelkezésre áll, ebben nem szükséges lépéseket tenni. A Belügyminisztérium és a Pénzügyminisztérium közös fejlesztési pályázatára nyújtotta be igényét a város. Ez az önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása minden évben kiírásra kerül. Idén útfelújításra szeretnénk benyújtani ezt a pályázatot. Nevezetesen az egyik legforgalmasabb és egyik legnagyobb terhelést kitevő utcát szeretnénk felújítani, a Gárdonyi utca bizonyos szakaszait, konkrétan a Árpád utca és a Bartók Béla utca közötti részt. Tervek szerint, amennyiben sikeres lesz a pályázat, még ebben az esztendőben sor kerülhet a felújítási munkálatok megkezdésére.